Nagyszombatba és az egész régióba egész évben érkeznek a turisták, a legtöbb látogatót azonban még mindig a nyári szezonban jegyeznek. A városra télen a híres karácsonyi vásárakor kíváncsiak a legtöbben. Nyáron a látogatottság elérte a világjárvány előtti arányokat, a 2019-es rekordév számait. A helyi turisztikai információs központban 22 ezer külföldi látogatót jegyeztek. Idén nyáron is a hazai vendégek után a csehek, a magyarok és a lengyelek keresték fel legnagyobb számban a várost. Riadó! Nagyszombatot ellenség fenyegeti. Az élelmes nagyszombati kereskedők a jó üzlet érdekében több száz kilométert is képesek voltak utazni. Magyar nyelven is végig kísér a városi sétánkon az a telefonos applikáció, amely 8 nyelven tájékoztat a város nevezetességeiről. A nyelv kiválasztása után a térképet kell megnyitni, majd arra a helyszínre rábökni, amelyet szeretnénk megismerni. A navigáció el is vezeti az érdeklődőt a kiválasztott helyre. Az alkalmazás számos nagyszombati történetet mesél el, így hallhatunk például a boszorkány üldözésről, a szűzanyát ábrázoló képről, amely megállította a halálos járványt. A 12.-13. században a várost 3 kilométer hosszú kőfallal vették körbe. Akkoriban Nagyszombat a középkori Európa legnagyobb városai közé tartozott. Ez a rész a mai városközpont. Nekik is köszönhető, hogy Nagyszombat közepén megépült a várostorony. A 16. században tűztoronyként épített, emellett a jólétet jelképező városi torony 29 méter magas kerengőjéből pazar kilátás nyílik a településre és az egész vidékre. És itt található a turisztikai információs pont is, ahol idegenvezető áll a látogatók segítségére. A vásárairól híres, majd 1238-ban IV. Béla királytól szabad királyi városi címet kapott település, elsősorban a közeli Kiskárpátokban termelt borral kereskedett. Aranykorát a középkorban élte. A Kisrómának is nevezett városban 8 templom található a várfalon belül. A törökök, amikor elfoglalták Dél-Magyarországot, a fontos egyházi intézmények északra költöznek, ugye ekkor lesz Pozsony koronázási város, és ekkor költözik Nagyszombatba az esztergomi érsekség. Így Nagyszombat átmenetileg 300 éven át 1820-ig a Magyar Királyság egyházi központja volt, mondja a korhű ruhába bújt idegenvezető, aki leginkább csoportokat vezet a városban. Ez már az egyetemi katedrális, más nevén a Keresztelő Szent János Székesegyház, amely Nagyszombat szakrális emlékeinek egyik gyöngyszeme. Amit látunk az épület külső homlokzatán és a beltérben, a lenyűgözően gazdag stukkó és freskó díszítéseivel, mind a korai barokk építészetet képviseli. Olasz mesterek dolgoztak rajta, mondja az idegenvezető, aki az 1640-ből származó faoltára is felhívja a figyelmet, amelynek több mint 20 méteres oltára Szlovákiában a legmagasabb. Érdemes bejárni a Nagyszombati Egyetemet is, amelyet 1635-ben Pázmány Péter alapított. A városhoz Kodály Zoltán is több szállal kötődik, 1900-ban az érseki gimnáziumban érettségizett, és emlékét őrzi a zeneház is. Ami a legfontosabb a nagyszombati látogatás során, az a város szellemisége, kisugárzása. Az ide látogató elmerülhet a középkorban, amikor meglátogatja, meséli a helyi idegenforgalmi iroda vezetője. Újdonság a városban az 1405-ös eredeti tervrajz alapján készített kőhajító ostromgép, ami a várfalakon kívülre csalogatja a látogatókat azért, hogy onnan is megcsodálják a különleges építményt. Thank you.